Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világóra, én Fekete Rita vagyok. A Hit Rádió új műsorát hallhatják, amelyben három témát dolgozunk fel három szakértő vendégünkkel. Mai témáink a következőek lesznek. Somogyi Zoltán, szociológus, a Political Capital társalapítója lesz első vendégünk, akit a folyamatban lévő Novák Katalin és Varga Judit lemondásával kapcsolatos ügyről fogok kérdezni, ennek a következményeiről, politikai következményekről és arról, hogy Balogh Zoltán hogyan is keveredett bele ebbe az egész ügybe. Utána Jakab István, a Magosz elnöke és az parlament alelnöke lesz a vendégünk, akit pedig arról fogok kérdezni, hogy hogyan is kapcsolódnak be a magyar gazdák abba az összeurópai gazdatüntetés sorozatba, amelyet itt az elmúlt hetekben már láthattunk, mit szeretnének elérni, és mennyi esély van rá, hogy a követeléseiket elérik, és hosszú távon is nyitott fülekre találnak. Végül pedig Kosztur András, a 21. század intézet vezető kutatója lesz a vendégünk, akit arról kérdeztem, hogy az ukrán belpolitikában milyen következményei lesznek annak, hogy Zelenszkij leváltotta a hadsereg főparancsnokát, illetve a vezérkari főnököt is, több más személlyel együtt. Kik lesznek az utódok, és az ukrán társadalom hogyan éli meg ezt, hogy lelettek váltva ezek az általuk szeretett személyek? Maradjanak velünk! Köszöntöm a Világóra hallgatóit, folytatjuk a műsorunkat. Következő vendégünk Somogyi Zoltán, szociológus, a Political Capital társalapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Természetesen a hétvégén lemondott államfő, illetve Varga Judittal kapcsolatban szeretném kérdezni, és az első kérdésem az lenne, itt most körülbelül két nappal az események után, hogy hogyan látja, milyen politikai következményei lehetnek ezeknek a lemondásoknak a Fidesz szempontjából, itt az európai parlamenti választásokra gondolok elsősorban. Hát nem csak az európai parlamenti választások az érdekesek, hanem az a helyzet, hogy a magyar választók számára egy nagyon szokatlan esemény történik. Két nagyon fontos vezető kormánypárti politikusnak kellett részben vagy egészben távozni a közéletből, ami azt jelenti, hogy az, amit így nagyon-nagyon sok éve hallunk, hogy egy olyan monolit tömba lett a kormánypárt, amelyel szemben már igazából senki nem tud cselekedni, ehhez képest az látszott, hogy amikor váratlanul összeáll a közvélemény részéről egy nyomás, amikor a közvélemény egységesen valamilyen irányba gondolja helyesnek a dolgokat, és azt látják, hogy nem ebbe az irányba mennek, akkor abba egy adott esetben fontos politikusok is belebukhatnak. És ez az élmény, ez az érzés, ez a lelki hatás, hogy lehet egy demokratikus keretek között lehet hangja az embereknek, tehát hogyha ez a hangulat ez így visszaáll, hogy hát azért mégiscsak számon kérhető a hatalom, annak lehet akár olyan következménye, hogy más ügyekben, más esetekben is komolyabb elvárás érkezik a választói oldalról a hatalom felé, és a hatalomnak meg ehhez jobban alkalmazkodnia kell, mint korábban. Tehát akár egy ilyen rejtett hatása is lehet, egy rejtett következménye ennek az államfői lemondásnak. Nyilván az európai parlamenti választások tekintetében tarthatatlan lett volna, hogy Varga Judit vezesse a Fidesz EP listáját, ilyen döntés után, amit ő tett ebben a pedofil ügyben, és ezért neki azért kellett mennie, hogy a Fidesz az EP választásoknak úgy mehessen neki, hogy egy ilyen ellensúly ne legyen rajta, amit valamit jelentett volna. Tehát az EP ilyen pragmatikus szempontból az EP választáson egyelőre, amit látunk, az olyan következménye járhat a Fidesz számára, hogy tervezheti a kampányát, és nem kell azon gondolkoznia, hogy végig folyamatosan támadások alatt legyen. Azt mondta, hogy talán eljöhet az az időszak, hogy a hatalom számon kérhető lesz, vagy legalábbis ez az érzet kialakul akár az emberekben, és a hatalom számára is, hogy lám-lám vannak ügyek, amikor számon kérhetőek. Egyébként ez a Fideszen belül is megjelenhet, vagy itt az emberek és a politika viszonyában jelenik meg ez elsősorban, és azért kérdezem így, mert elemzőket hallgatva, hogy
megpróbálják az eseményeket felfejteni. Sokaknak az a véleménye, hogy Orbán Viktor ügyesen kikormányozta saját magát végül is ebből az egész helyzetből, és most az a kommunikáció, hogy a felelősök lemondtak, és nincs itt semmi látnivaló. Hát igen, tehát lehet, hogy ez lesz, de még ennek az ügynek nem vagyunk a végén. Tehát amit most látunk, az az, hogy egy körülbelül egyhetes, vagy kicsit kevesebb, mint egyhetes bemegység, és a helyzetnek a figyelése után nagyon gyorsan cselekedett a kormányzati stratégiai csoport, mert hogy ugye azt látták a kutatásokból, hogy teljesen egységesen elítéli a nemzet ezt az egész helyzetet, és hát erre gyorsan kellett cselekedni. A legfontosabb nyilván az volt, hogy ezt az egész rendszert összetartó, az egész politikai közösséget összetartó szereplőt, Orbán Viktor ebből az egészből ki kellett menteni. Tehát erre is láttunk jeleket, több olyan motivuma volt eddig ennek a válságkezelésnek, amelyben azt mutatták fel, hogy Orbán Viktor nincs benne ebben az ügyben, hanem hogy ő maga mennyire ellentétes dolgokat gondol, mint amilyen döntést hozott Novák Katalin és Varga Judit közösen. És hát persze azt a választókra kell bízni, hogy egy ennyire zárt rendszerben ez mennyire hihető. Tehát azt látjuk, hogy például Orbán Viktort azzal akarják kimenteni ebből az ügyből, hogy a köztársasági elnöki hivatal munkatársait raportra hívta a miniszterelnöki hivatal, illetve Orbán Viktor, hogy mondják el, hogy tulajdonképpen mi is történt, és akkor miután ez mindez megtörtént, akkor utána kiszivárgott, hogy Orbán Viktor nagyon elégedetlen volt a válasszal, akkor ez persze az egyik irányból azt jelenti, hogy Orbán Viktor elégedetlen a válasszal, tehát ő nem tartja helyesnek ezt az ügyet, de másik oldalról azt is látjuk, hogy a hatalmi ágak megosztása annyira nem működik, hogy a miniszterelnöki hivatal raportra hívhatja a köztársasági elnöki hivatal munkatársait, tehát ha ezt megteheti, akkor fennáll a kérdés, hogy vajon, ha ilyen a kapcsolat, és ennyire hierarchikus, és nem egymás mellé rendelt a fontos közjogi intézmények esetében, akkor elhihető-e az, hogy Orbán Viktor és az adminisztrációja erről a kegyelmi döntésről korábban nem tudott. Ha már itt a gépezetről mondott egy pár szót, akkor eddig ez a zárt és nagyon jól működőnek gondolt, látszott gépezet azért nem annyira működött jól itt az elmúlt napokban. És gondolok arra is, hogy itt voltak olyan kiszólások, vélemények, akár külön vélemények, Novák Katalin melletti kiállások, amelyek úgy tűntek, hogy egyfajta megosztást hoznak létre, még a Fidesz táborán belül is. Ön is így látja, tehát tapasztal erre jeleket? Lát erre jeleket? Az, hogy megosztott a Fidesz tábora? Hát, ugye a felső politikai szinten nem nagyon látom, azon kívül, hogy Varga Juditnak a sértettségét azt észlelem, és a volt férjének a nyilvánosság előtti szereplését pedig látom, és az elég erős, és nagyon sok minden benne van ebben a nyilvánosság előtti szereplésben. Ugyanakkor viszont vezető politikusok esetében meg nem látom, a Fidesz vezető politikusai csendben vannak. Egyébként élén Orbán Viktorral amúgy. És hát nyilván az is látszik, hogy a Fidesz tábora pedig nem értett egyet a Novák Katalin, Varga Judit döntéssel, mert hogy ezért kellett őket levenni a pályáról, mert hogy annyira a kormánypárti tábor is annyira ellene ment ennek az egész helyzetnek, és akkor ez az biztosan okoz nem kevés zavarodottságot. De azt már láttuk korábban is, hogy a Fidesz politikája, a kormánypárt politikája az azért tud, hát is mondjam, magára tudja omlasztani a saját rendszerét. Ezt nem csak ebben az ügyben láttuk. Láttuk azt, hogy sok-sok éven keresztül ment a migráns ellenes kommunikáció, és akkor most nagyon nehezen tudnak mit kezdeni
a vendégmunkás helyzettel, hogy több tízezer ázsiai vendégmunkás érkezik Magyarországra, mert hát építettek egy olyan politikai hangulatot, amiben ez nem tud beleférni, vagy külpolitikában, hogy egy nagyon erős, markáns, az atlantista irányjal szemben, vagy azzal alternatív módon működő külpolitikát folytatnak, de minden fontosabb kérdésben, amikor a helyzet előáll, akkor mégiscsak megtámogatják az atlantista irányt. És hát itt a harmadik ilyen dolog, hogy amikor felépítenek egy rendszert, amiben a családvédelem, a pedofilia elleni harc, az alternatív együttélési modellekkel szembeni küzdelem, amit egyébként az ellenzékre fognak rá, hogy ők támogatják ezeket a modelleket, és itt még a homoszexualitás is beleértendő, meg nagyon sok minden más is, akkor egyszer csak előáll egy olyan helyzet, hogy kegyelmet adnak egy pedofil ügyben érintett és elítélt szereplőnek. Tehát ezeket nyilván nagyon nehéz megmagyarázni, és nyilván el tudom képzelni, hogy akár a Fidesz politikusai között is nagyon sokan vannak, akik elégedetlenek, ezt nem így csinálnák, máshogy gondolják, de azt is tudják, hogy egy félkatonai vagy teljes katonai szervezetnek a tagjai, ahol nem lehet csak úgy kibeszélni és csak úgy elmondani az álláspontjukat, és ezért észlelhető ez a mély nagy hallgatás, amit most látunk az elmúlt napokban. Ahogy említette is, hogy ez az ügy még nincs lezárva, folyamatban van, ezt mutatják a Magyar Péter interjúra adott reakciók is, illetve a Direkt 36-on megjelent egy olyan információ is, miszerint a magát ezt a kegyelmi kérvényben valamilyen módon Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház vezetője is részt vett, vagy legalábbis ő nagyon szerette volna, hogy ez a személy kegyelmet kapjon. Aztán ő úgy reagált erre, hogy a Református Egyház vezetéséből többen szerették volna, hogy ez a személy kegyelmet kapjon, mert jó református kapcsolatokkal rendelkezett maga a család. Mit gondol, hogy áttevődhet ez akár egy ilyen egyházi vonalra is ez a botrány? Balogh Zoltánt hogyan érinthetik ezek az információk? Hát igen, ez az egyik legfontosabb kérdésemben az ügyben, hogy megtudja-e valaha nyilvánosság, hogy ki az, aki kezdeményezte igazából ezt a kegyelmi döntést, mert eredendően az akkori igazságminiszter Varga Judit és tábja azt a javaslatot tette a köztársasági elnöknek, hogy ne adjon kegyelmet ebben az ügyben. Ugye ez egy bonyolult folyamata, hogy egy kegyelmi döntés zajlik, és két szakmai csapatnak a konzultációján keresztül kellene igazából történnie, tehát az igazságügyminiszter és a köztársasági elnök jogi apparátusán keresztül kellene a bölcs döntést meghozni, és ebben a bonyolult folyamatban az igazságügyminiszter kétszer szólalhat meg. Először, amikor bemegy a kegyelmi kérvény, akkor véleményezheti, majd amikor kijön a kegyelmi döntés, és mondjuk igen, tehát pozitív a válasz, akkor, hogyha nem jegyzi ellen a kegyelmet, akkor nincsen kegyelem, tehát akkor nincs meg a kegyelmi döntés, mert két aláírás kell hozzá. Most eredendően az igazságügyminiszter részéről az ment be üzenetként, hogy nem. Tehát, hogy ne írja alá a köztársasági elnök, majd amikor másodszor ott volt előtte a papír, akkor ő maga is aláírta, hogy itt kidöntött, és ki tudott beleszólni a hatalmi mechanizmusba úgy, hogy a végén, ha kijön a kegyelmi döntés, hát lehet, hogy egyébként a Református Egyháznak van egy ekkora ereje a kormányzatra, ami önmagában szintén meglepő lenne, vagy van egy másik értelmezés, ami egyébként Orbán Viktornak családi szálait hozta be a képbe. Nyilván a Fidesznek sokkal erőteljesebben érdeke, hogy nehogy véletlenül bármilyen módon a miniszterelnökhöz kötődjön az ügy. Tehát nekik az, hogy a Református Egyháznak a rossz lobbizása, és itt a Református Egyházról alakuljon ki esetleg egy rosszabb kép, meg az egész ügyet Balogh Zoltán elvigye, mint botrányt, az a egyik legkedvezőbb modell ebben, mert a legfontosabb kérdés, hogy tényleg ki is erőltette át ezt a döntést, ha arra pontot lehet tenni úgy, hogy a miniszterelnököt vagy a környezetét, közvetlen környezetét mérinti, akkor tulajdonképpen ezt a válságot a Fidesz
viszonylag jó kondícióban túl tudja élni. A Direkt 36 cikkében szerepel egyébként az, hogy Balogh Zoltánnak volt egy nagyon jó kapcsolata Novák Katalinnal, ez egy hosszú évekre visszamenő jó kapcsolat, sokan állítólag sérelmezték is, hogy bejárása van a Sándor palotába, és úgymond intézkedik, most ezt idézőjelben mondom. De hát Balogh Zoltán, ha ő van megnevezve, mint másik bűnbak, akkor hova tud bukni? Hát maximum az egyházi tisztségeitől ezekről mondhat le, hiszen kormányzati tisztsége neki már nincs. Balogh Zoltán nem, annyiban nem tud bűnbak lenni, hogy neki milyen, ő nem hozhatott ebben döntést. Itt a döntéshozók bukhatnak egy ilyen ügybe, bele is buktak ketten. Balogh Zoltán nem döntéshozó. Hogyha tanácsadóként ott van a politikus mögött, és nagyon szoros a kapcsolata, hát akkor nagyon szoros a kapcsolata, akkor sok mindent el tud élni, de tanácsadók azért kevésbé szoktak nagyot bukni, vagy nem nagyon lehet azért bebuktatni őket, mert a döntéshozók azok, akik igazán buknak egy ilyen ügyben. Tehát neki, én azt gondolom, hogyha ő most itt nem szólal meg, és leüllepedik az ügy a tekintetben, hogy megnyugszik a közélet abban, hogy úgy érzi, hogy világos választ kapott, hogy tulajdonképpen milyen döntési mechanizmuson keresztül sikerült ezt a rossz döntést meghozni, akkor ő, az ő részvételét ebben az ügyben viszonylag gyorsan el fogjuk felejteni, hogyha nem tesz ebben az ügyben olyan nagyon-nagyon rossz nyilatkozatukat. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, ugye, ahogy említettem is, sok elemzés lát napvilágot, nyilván az embereket nagyon izgatja, nagyon érdekli ez a téma, tehát sokat hallunk róla, és hát lehetett olyan felvetéseket is hallani az elmúlt napokban, hogy ez egyfajta belső leszámolás a Fideszben, hogy ez így történt, ahogy történt, és hogy sokáig nem szólaltak meg. Sokan azt gondolják, hogy azt feltételezik a Fidesznek a kommunikációs gépezetéről, hogy tudott volna esetleg olyan magyarázatot adni, ami elcsitítja ezt az ügyet, mégsem tették meg ezt időben. Ön hogyan látja ezt? Ez egy véletlen, kipattant ügy, amelynek a felelősei végül is vállalták, és a felelősséget is lemondtak, vagy pedig elképzelhető, hogy van emögött egy belső harc? Hát nyilván ezt elképzelni mindent el tudok, és semmire sem tudok konkrét választ adni, természetesen, mert nem vagyok ott a dolognak a közelében. Látom, hogy Magyar Péter például erre tesz nagyon egyértelmű állításokat, és példákat is, hogy hogyan próbálta a kormányzati propagandagépezet buktatni Varga Juditnak a munkáját már korábban is, és meg hogy hogyan mártotta be, vagy engedte, hogy a nyilvánosságban rossz ügyekkel összekoszolják az ő volt feleségét, ezt egyébként a Partizán interjúban mindenki meghallgathatja. Ami ettől függetlenül, mondjuk generálisan nagyon fontos dolog, és nagyon szokatlan, és szerintem helytelen, hogy ugyan annak a felelős politikusnak, szereplőnek van a kezében a kormányzati kommunikáció, propaganda előállítása és a titkosszolgálatoknak a felügyelete. Tehát ez mutat az Orbán rendszerről egy olyan képet, egy olyan arcot, amit nyugodtan lehet helyteleníteni. Teljesen rossz modell, és nem az átlátható viszonyok és a szabad demokratikus viszonyok irányába mutat, hogyha ha bármilyen módon is a titkos szolgálatok összekeverednek a kormányzati propaganda munkájával. Ezt sürgősen szét kellene választani, ha ma mondjuk vannak olyan felelős szereplők a Fideszen belül, akik erre hatni tudnak, akkor innen is üzenem neki, magyar állampolgárként, nem elemzőként, hogy tessenek lépni, mert ez nem jó, és amikor erre való utalásról, arról beszélgetünk, hogy el lehet-e képzelni, hogy mondjuk, de Magyar Péter konkrétan azt mondta, hogy titkosszolgálati akciók áldozatai lettek a Fidesz vezető politikusai. Tehát ő azt állította, hogy a Fidesz által felügyelt titkosszolgálatok, Fidesz által megválasztott belső embereket buktatnak meg. Ha ez így van, akkor ez nyilván egy nagyon-nagyon rossz modell. Egyet látunk, hogy struktúrájában teljesen alkalmas a rendszer arra, hogy ilyen történjen.
Nagyon szépen köszönöm, Somogyi Zoltán, szociológus, a Politika Capital társalapítója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, biztatása. Köszöntöm a Világóra hallgatóit, és nagy tisztelettel köszöntöm a telefon másik végén Jakab Istvánt, az országgyűlés alelnökét, a Magosz elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Hetek óta foglalkozunk mi is a gazdatüntetésekkel Európa szerte, úgyhogy a hallgatók számára már ismerős ez a téma, illetve nyilván látják ők is a képeket a tévében, a híradókban, illetve olvasnak ilyen jellegű cikkeket. Mit lehet tudni Magyarországgal kapcsolatban? Magyarországon is volt egyfajta gazdatüntetés, bár talán nem kapott akkora nagy publicitást. Mit terveznek a magyar gazdák, és mit szeretnének? Hát egy picit nézzünk a dolgok mögé. Miért vannak Európában gazdatüntetések? Mi történik az Unió régi tagállamaiban elsősorban, de hát a velünk együtt csatlakozó, most már lassan mi is lassan, réginek számítunk. Mi történik? Mi van a háttérben? A háttérben az van, hogy amikor a közös agrárpolitika változtatásáról zajlott a vita a bizottságban, illetve az Európai Parlamentben, akkor a gazdák részéről megfogalmaztuk a javaslatainkat. Semmit nem vettek belőle figyelembe, és tulajdonképpen egy olyan mechanizmust, egy olyan feltételrendszert alakítottak ki, amely ma már a versenyképes gazdálkodást ellehetetleníti. Ha pontosan szeretnék fogalmazni, akkor azt kell mondjam, hogy olyan őrült ideológiák mentén, gyakorlati tudás nélkül, hatástanulmányok nélkül hoztak átgondolatlan döntéseket, ami sajnos oda vezetett, hogy egy darabig, amíg bírták és tűrték a gazdák Európában, addig hallgattak, és ma már bizony nagyon határozottan azok tanultak. Ez egy, ha úgy tetszik, most már gazdalázadás azok ellen, akik nem vették figyelembe a gazdálkodással kapcsolatos szakmai érveket, nem vették figyelembe azt, hogy nem lehet különbséget tenni, nem lehet különbséget tenni gazdálkodók és gazdálkodók között. Azaz, pontosítok, hogy mindenki világosan értse. Az Európai Unióban az úgynevezett Green Deal, azaz a zöld megállapodás kapcsán, amit ugye Franz Timmermans nevéhez kötődően ma határozunk meg és beszélünk róla. Ugye Timmermans úr eltűnt, de az ő javaslatai máig hatnak. Ez a CAP stratégia, ez a közös agrárpolitika új stratégia, ez arról szólt, hogy zöldíteni kell. Arról szólt, hogy le kell csökkenteni felé a műtrágya mennyiséget, a hatékony növényvédőszereket kell vonni a forgalomból, a legszigorúbb állatvédelmi és állatjóléti előírásokat kell alkalmazni, meg kell változtatni a talajművelésre vonatkozó eddigi technológiákat, és mindezt egy év alatt. Aki a gazdálkodáshoz ért, az pontosan tudja, hogy ez így nem valósítható meg, mert a gazdálkodásnak vannak feltételei, eszközrendszer, a folyamatban lévő ügyek, hát ha ugye azt elő kell készíteni bármilyen változást, egy biogazdálkodásra való átállás minimum 5 évet vesz igénybe, de sorolhatnám. Az történt, hogy az uniós gazdák részére szigorú előírásokat határoztat meg, egy nagyon durva, nagyon erős adminisztrációs feltételrendszer, ahol egy családi gazdaságban kell egy könyvelő ahhoz, hogy mindennek eleget tudjon tenni, és mindezt úgy, hogy közben az unió területére bekerülő, harmadik országokból bekerülő élelmiszer alapanyaggal, élelmiszer esetében semmilyen feltételt nem támasztanak. Ez így elfogadhatatlan. Ezért lázadtak fel a gazdák. Most Magyarország esetében, ami közös bennünk az, hogy bennünket is ugyanúgy sújt az a brüsszeli gyakorlat, hogy őrült adminisztrációs teher van rajtunk, bennünket ugyanúgy sújt, azok a környezet és klímavédelmi szabályok, amelyeknek nem vagyunk képesek megfelelni, mert akkor a versenyben alul maradunk, bennünket ugyanúgy sújt a harmadik országokba behozott élelmiszerek, és bennünket ugyanúgy sújt
az a megállapodás, amit az Európai Bizottság és Ukrajna között megkötöttek, mely szerint Ukrajna újabb egy évre megkapja a teljes vámmentességet az összes élelmiszeripari alapanyag és élelmiszer esetében, ez több mint 23 terméket jelent, és náluk semmilyen ellenőrzés, semmilyen kontroll nincs. Ugyanúgy hozhatják be a genetikailag módosított gabonát, ugyanúgy hozhatják be az ezek felhasználásával előállított állati termékeket, és csak az elmúlt esztendőben 400%-kal nőtt az Ukrajnából az unió területére behozott baromfi hús mennyisége, több mint 300%-kal a behozott tojás mennyisége, és most, amikor már a gazdatüntetések hatására egyfajta könnyítésről beszélnek az unióban, mert még semmi nem történt, akkor arra gondoltak ők, hogy a 2022 és 23 évben az unió területére Ukrajnából behozott baromfihús vagy tojás esetében ez lesz a bázis, a két év átlaga, és ami fölötte van, hozzáteszem még egyszer, hogy 400%-kal emelkedett, ami fölötte van, majd arra vámot vetnek ki. Tehát egyszerűen érthetetlen és felfoghatatlan az, amit most a gazdák művelnek. Ez emiatt sokkaltak be a gazdák, és emiatt vonultak az utakra. Nálunk a helyzet a következő, hogy rákérdezett Magyarországra, igen, mi szolidárisak vagyunk az uniós gazdatársainkkal, mindaz, ami most nekik fáj, az nekünk is ugyanúgy fáj, tehát nem véletlen vonultunk az ukrán határhoz, azonban egy dolgot látni kell. A német gazdáktól elvonták a gázolaj jövedéki adó visszatérítésével kapcsolatos összeget, tehát gyakorlatilag most már nem kapnak visszatérítést, hanem ezáltal egy újabb adónemet vetnek ki rájuk. A német gazdák esetében még szigorúbbak az úgynevezett környezet és természetvédelmi előírások, különösen a német, ugye tudjuk jól, hogy a német agrárminiszter vegetáriánus, és sorolhatnám az ő őrült elképzeléseit úgy szintén, mind a mellett nem szakember, tehát nem hiszem, hogy érdemben felül el tudja képzelni, hogy hogyan kell gazdálkodni, de ez nem a mi ügyünk. Tehát a németek nem véletlen vannak az utakon, de ugyanez vonatkozik a holland gazdákra, ahol kitalálták, hogy a klímára nagyon durva hatással van az állatok által termelt metán, ezért a holland szarvasmarhállományok felét azt már ki kellett vágni. Tehát nagyon drákói szigorral léptek fel. Ugyanakkor a világ összes környezet és klímavédelmi terhét nem lehet ráterhelni az uniós gazdákra. Mindamellett pedig, ha egy érdemi tanulmányt valaki végigolvas, a sajtóban néhány tanulmány megjelent, hogy a mezőgazdaság az iparhoz képest, vagy az egyéb szállítási tevékenységhez képest minimális az, ami környezetterhelést okoz. Beszélt itt az ideológiai okokról, és ha már erről szó esett, illetve a GMO-ról is, akkor egy pár szót csak arra kérem, hogy reagáljon, hogy múlt hét szerdán az Európai Parlament szoros szavazással támogatta a bizottság azon javaslatát, hogy a GMO-kat kivonják az élelmiszer és a környezetbiztonsági ellenőrzések felelősségre vonási folyamatai alól. Magyarul ez azt jelenti, hogy nem fogják ellenőrizni azt, hogy GMO-mentes legyen az a termény, az az élelmiszer, ami bejön Európába? Azok közé tartozom, aki annó, amikor Magyarországon zajlott a GMO vita, az elsősorban álltam, és ott állok ma is. Magyarországon az alaptörvény, az alkotmányunk tiltja meg a GMO köztermesztés bevonását. Tehát azt gondolom, Magyarország ebben egyértelmű lépéseket tett. Azt kell mondjam, hogy még valószínű sok vita lesz ezen. Ez a bizottság most dönt, de mire ezek hatályba lépnének, addigra meg lesz egy európai parlamenti választás. Nagyon bízom benne, hogy az EU parlamenti választáson ezek az erők, akik ilyen lépéseket terveznek, azok nem jutnak majd, nem kerülnek döntési helyzetbe. És talán még egy mondatot, ha megenged, ez vonatkozik a mesterségesen előállított, úgymond, mesterségesen, tehát laboratóriumokban előállított élelmiszerekről beszélek, az úgynevezett idézőjel a 20 szót, mert ezt kinemeljük, az úgynevezett
laborhúsokról, vagy azzal kapcsolatos biomasszák előállításáról, vagy éppen a rovarfehérjék alkalmazásáról a táplálkozásban. Azt hiszem, hogy Európában az európai emberek számára egészséges talajon, egészséges gabona felhasználásával előállított állati terméket kell biztosítani. Ez alap. Ebből nem tudtunk és nem is akarunk engedni. Nyilvánvaló dolog egy következő bizottság, amelyik nem ebben az összetételben működik, egészen másképp áll a dolgokhoz, ugyanígy az Európai Parlament is. De pont ezek miatt, a folyamatok miatt, hogy erőltetik a környezetvédelem fontosságát, és úgymond ennek a zászlója alatt hoznak olyan szigorú szabályozásokat, amelyekről itt az imént beszélt, viszont például a GMO-val kapcsolatban pedig egy könnyítés történhet, vagy legalábbis van erre szándék, hogy az emberben felmerül a kérdés, hogy akkor itt gazdasági érdekek állnak a háttérben? Tehát, hogy ezek a folyamatok merre mutatnak? Hát ezek abszolút gazdasági érdekek állnak a háttérbe. Itt a multinacionális nagyvállalatok, akik semmi mással nem foglalkoznak, mint azzal, hogy nagyobb extra profitot realizáljanak, azok döntik el. Hát vegyünk egy iskola példát, nézzük meg Ukrajnát. Ukrajnában, mi ugye Európában a családi gazdasági modellt helyezzük előtérbe. Ukrajnában a legnagyobb gazdaság, amit most ismerünk, 576 ezer hektár. Jól hallja. 576 ezer hektár. És most Ukrajnában a földtörvényt megváltoztatták, eddig csak bérelhették a földet, most már 10 ezer hektáros méretig megvásárolhatják a társaságok a földeket úgy, hogy egy kitétel van, egy ukrán tagnak lenni kell a társaságban. Hát biztos, hogy minden társaság 10 ezer hektáros talál egy ukrán embert, és innentől kezdve szépen kivásárolják Ukrajnát. Ez zajlik Ukrajna területén, hatalmas gazdaságokban, nagy latifundiumokban, óriási mennyiségű terményt termelnek kiváló talajadottságok mellett, legkorszerű technológia alkalmazásával, genetikailag módosított szervezetek, az állattenyésztésben, állati termék előállításban a legdurvább módszereket alkalmazzák, és utána ezzel elárasztják Európát. Na de hát nem lepődünk ezen meg. Ugyanúgy érkezik az Európai Unió területére, mondjuk Marokkóból gyermekmunkával előállított és tiltott vegyszerek felhasználásával előállított vagy termesztett zöldség, gyümölcs, sorolhatnám. Tehát itt a multi érdekek nagyon szívólag. Nem véletlen az, hogy például most a francia agrárminiszter már megtette az első lépést, hogy a gazdák védelme érdekében az eddig megkötött értékesítési szerződéseket, szállítási szerződéseket felülvizsgálják. Van olyan, már előfordult, hogy a legnagyobb francia tejipari koncernnél házkutatásokat tartottak, mert egyszerűen kizsigerelik a gazdákat. Ez tarthatatlan, ezért lázadtak fel a gazdák. Ez Magyarországon egyébként szerencsére nincs ebben a formában, és meg kell mondjam, hogy az, amit a magyar kormány lépett, akkor hadd mondjam el ezt is, amit a magyar kormány lépett, hogy az unió által lehetővé tett legnagyobb támogatást biztosítja ma az agrárgazdálkodóknak, ez 80%. Azon túlmenően pedig, ha a földtörvényt megnézi, a földvédelmet megnézi, a GMO mentességet, nem véletlen, most is a 40 tonna kukoricavető mag megsemmisítésre került. Nem véletlen az, hogy a földadót eltöröltük. Nem véletlen, hogy a legjobb adórendszer nálunk van. Nyilván most igyekszünk, azon dolgozunk, hogy ezt az őrült adminisztrációs terhet levegyük az emberek válláról. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózata most már szaktanácsadóként is működik, tehát igyekszünk segíteni. Persze erre fel kell készülni, informatikai rendszereket korszerűsíteni kell, rengeteg feladat áll előttünk, de ezzel mi dolgozunk. Tehát mi nem a saját kormányunk ellen tüntetünk, hanem az ellen, amit Brüsszelből velünk művelnek, és szolidárisak vagyunk a többi ország gazdáival. A múlt héten olybá tűnt, hogy az Európai Bizottság picit hátrál a gazdák elől. Von der Leyen asszony tett is bejelentést ezzel kapcsolatban, viszont szakértők, elemzők úgy vélik, hogy ezek ilyen tűzoltó intézkedések vagy hátrálások, és nem hosszú távú vagy távlati terv a bizottság részéről. Ön hogyan látja ezt? Ez nem tűzoltó munka,
ez egy nagyon átgondolt, megpróbálják a szelet kifogni a vitorlából, megpróbálják egy kicsit lenyugtatni a gazdákat, de ugyanakkor már készen állnak arra, ha a helyzetbe kerülnének, hogy ugyanúgy ebből kihátráljanak, sőt még szigorúbb szabályokat írjanak elő. Van az IMF-nek egy tanulmánya, aminek alapján az IMF vezetője már támadta is az Európai Bizottság egyes tagjait, hogy ne gondolják, hogy a most megtett engedményeket fent tudják tartani, mert ők már elkészítettek egy tanulmányt, hogy hogyan lehet a világ élelmezést megreformálni. Mesterségesen ellátott élelmiszerekkel, különlegesen új technológiák alkalmazásával, ami szerintünk, már bocsánatot kérek, zagyvaság, mert talán a biológiai alapokat újra kellene egyeseknek tanulni, hogy megértsék, hogy a szervezet, az emberi szervezet számára olyan élelmiszerre van szükség, amely komplexen tartalmazza mindazt, amire a szervezetnek szüksége van. Egy egészséges fejlődéshez. Mi egészséges gyerekeket, egészséges nemzedéket akarunk, és egészséges felnőtteket akarunk. Ezt azt gondolom, hogy nem lehet tőlünk elvitatni, tisztességgel dolgozni. Tudás birtokában vagyunk, hajlandók vagyunk új korszerű technológiai rendszereket alkalmazni. Átgondoltan egy átgondolt stratégia mentén. Sajnos ma az Európai Parlament, illetve bizottságnál nincs egy erős átfogó stratégia, hanem sodródás van, vagy pedig ha van stratégia, és ez a durva leépítés van, amikor az európai gazdákat skanzenbe akarják vinni, hát az egy másik kérdés. Európa nem lesz az agrárskanzen, ezt nyugodt szívvel megüzenjük nekik is. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget. Kosztur András, a 21. század intézet vezető kutatója. Szervusz! Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük akkor az ukrán belpolitikánál, ha meg lehet így fogalmazni, vagy fogni ezt a kérdést. Menesztették az ukrán vezérkari főnököt, és úgy tudni, hogy ő egy igen népszerű parancsnok volt egyébként Ukrajnán belül. Én azt is láttam, hogy még tüntetések is voltak az ő menesztésének a híre miatt, tehát hogy sokan visszakövetelték, mert egy nemzeti hőst is látnak az ő személyében. Aztán ki lett nevezve az utódja, aki, ha jól láttam, akkor egy orosz parancsnok. Na, ezzel kapcsolatban szeretnének először kérdezni, hogy mit tudunk az utódjáról, ki ő? Valerij Zaluzsnyi utódja, hát mondhatni a várakozásoknak megfelelően, Olekszandr Szirszkij lett, ő a szárazföldi erők parancsnoka volt eddig, és általában őt tartották a elnök irodához lojálisabb parancsnoknak, aki akkor is követte az utasításait a politikai vezetésnek, amikor adott esetben a katonai szempontok mást mondtak volna, még ugye Zaluzsnyija az volt itt egyik probléma, az egyre magasabb népszerűségén túl, amiben ugye politikai kockázatot látott már az elnök irodában, tehát az is volt az egyik probléma, hogy ő nagyon gyakran a saját belátása szerint döntött katonai kérdésekben, akár szembe menve az elnöki iroda utasításaival. Ugye Szirszkij, bár Oroszországban született, ő azért 1980 óta jó részt Ukrajnában élt, bár tegyük hozzá, hogy a tanulmányait még majd a 80-as években is Moszkvában folytatta le, azért a katonai pályafutásának a jelentős része már Ukrajnában, a független Ukrajnában telt el. Egyébként ez egyáltalán nem ritkaság, az ukrán hadseregben nagyon sok korábbi, illetve jelenlegi parancsnoknak is vannak ugye orosz kapcsolatai, akár Oroszországban élő rokonokra gondolunk, akár arra, hogy Oroszországban tanultak, illetve sőt, az előző főparancsnok egyik helyettese, egyébként Petro Poroshenko pártjának színeiben még parlamenti képviselőségig is jutó Mihály Zabrockit 5 évet az orosz hadsereg kötelékén belül is szolgált. Tehát már ugye 91 után, nem csak a szovjet hadseregben, hanem konkrétan az oroszországi federáció hadseregében. Tehát, hogy ilyen átfedések azért vannak, de ezek egyáltalán nem ritkák. Nyilvánvalóan politikailag ez főleg a jelenlegi helyzetben azért picit kényes téma, de hát ugye Szirszkij ilyen szempontból a háború alatt mondjuk bizonyította a lojalitását Ukrajna, illetve hát az ukrán vezetés felé. Tehát általában őt említik akkor, amikor a Kijev elleni támadás meghiúsításáról van szó, akkor a tavaly őszi Harkiv megyei ukrán ellen, tavaly előtt őszi
Kharkiv megyei ukrán ellentámadás kapcsán is az ő neve szokott felmerülni, ami már kevésbé hangzik jól, az a Bakhmut tavalyi védelme, amit szintén az ő nevéhez kötnek, és ami ugye végül óriási véráldozatok árán és ukrán verességhez vezetett, tehát emiatt több egyébként nem csak ukrán, sőt nem elsősorban ukrán, hanem nyugati sajtótermék is mészárosként, hentesként írta le mások ukrán tisztek véleményére hivatkozva, azt idézve Szirszkit, aki tehát nem túl jó ilyen szempontból a reputációja ellentétben Zaluzsnyival, akit a katonáihoz közel álló, azon problémáival törődő parancsnokként írtat le, Szirszki, a hírek szerint kevésbé törődik a katonái életével, tehát számára a kitűzött céloknak a mindenáron történő elérése az elsődleges. Tüntetések, amikről beszéltem, ezek egyébként meg voltak tartva, és azóta hogyan mozdult az ukrán társadalom? El tudták fogadni ezt a cserét, az utódot? Ugye, mivel főleg az utcai politizálás, ezért Ukrajnában eléggé behalt az elmúlt két évben, ezek a tüntetések viszonylag kisebb létszámúak voltak, tehát kezdjük azzal, hogy a férfiak jelentős része azért nem feltétlenül szeret az utcán mutatkozni az elmúlt időszakban, tehát ilyen szempontból nagy társadalmi megmozdulásokra nem feltétlenül lehetett számítani. Ettől függetlenül azért nem biztos, hogy jól fogadta ezt az ukrán társadalom, a közvetlenül a leváltás hírére érkező kommentáradat is inkább negatív volt, alapvetően a Szirszkijjel kapcsolatos vélemények is folyamatosan inkább a negatív irányba tolódnak el, tehát ahogy várható volt, tehát ez alapvetően negatív umként csapódik le az ukrán társadalomban, hogy ennek mikor lesz valódi, lesz egyáltalán valódi hatása egyébként az ukrán belpolitikai viszonyokra, azt még jelenleg nehéz megmondani. Nyilván ami a legkényesebb talán ilyen szempontból, hogyha ha a hadseregen belül ennek mondjuk valamilyen jelentősebb ellenállásba ütközik majd a jövőben valamilyen jelentősebb ellenállás vált ki, vagy ellenérzéseket vált ki a katonákban, akkor abból lehet probléma. Jelenleg nem néz ki egyébként, hogy Zaluzsnyi már most közvetlenül megpróbálná kihasználni a saját népszerűségét. Nyilván itt az elnök irodalom csak az itt és most, hanem a jövőre is gondolt, tehát hogy Zaluzsnyi adott esetben, ha a jövőben tartanak elnökválasztásokat meg Ukrajnában, akkor ott a jelenlegi elnök Volodymyr Zelenszkij első számú kihívója lehet, tehát elképzelhető, hogy ha vannak is Zaluzsnyinak politikai ambíciói, akkor inkább ebbe az irányba érdeklődik, nincsen, hogy valamilyen katonai úton történő megoldásban gondolkozzon, de alapvetően ez sem feltétlenül zárható ki. Az Ukrajinska Pravda nevű ukrán lap miért is arról, még az Zaluzsnyi leváltása előtt, amikor először merült fel az, hogy leválthatják a főparancsnokot, mert pontosan már az asztalon fekszik az a dokumentum, ami a leváltásához vezetett, akkor arról is írt az Ukrajinska Pravda, hogy egyes parancsnokokat figyelmeztettek is a központi vezetésből, hogy figyeljenek oda a katonáikra, hogyha az Zaluzsnyi leváltásának hírére esetleg valamilyen nem engedélyezett csapatmozgásba kezdenének, akkor ezt meg kell akadályozni, tehát hogy alapvetően számoltak, hogy tartottak attól, mert ilyen következmények kiparancsok leállítására, de végül ugye mondhatni viszonylag békés körülmények között mondott le, most pontosan látották le Zaluzsnyit, így egyenlőre ilyen jellegű probléma nem akadt, nyilván a jövőben azért ez a konfliktus persze még eszkalálódik. Én itt az elején rosszul mondtam, hogy vezérkari főnök Zaluzsnyi, viszont az a vezérkari főnököt is leváltották, úgy tudom, tehát több embert menesztettek a posztjáról. Ennek politikai okai voltak, vagy azóta kiderült már, hogy mi volt pontosan a probléma, és hogy mit akart Volodymyr Zelenszkij megoldani ezekkel a cserékkel? Ugye hivatalosan, bár teljesen konkrét indokot nem mondtak, de azért az utalások arra vonatkoznak, hogy valószínűleg, tehát egyrészt a tavalyi ellentámadás kudarca jelentette az egyik indokot arra, hivatalosan legalábbis, hogy ne kellett váltani a katonaságunk a vezetését. A másik indoklás pedig az idei évre vonatkozó pontos terveknek a hiánya, annak, tehát hogy állítólag, legalábbis a politikai vezetés szerint nem voltak
megfelelő pontos elképzelések arról, hogy ugyan folytassa Ukrajna béna háború. És ezért kellett újraindítani, ahogy Zelenszkij fogalmazott, teljes ukrán katonai vezetést. Nyilván, hogyha nézünk, akkor természetesen azokat váltották rá elsősorban, akik közel álltak Zaluzsnyihoz, tehát az ő bizalmi emberei. Nyilvánvalóan ilyen szempontból, hogyha tavaly még arról beszélhettünk, hogy mondhatni ilyen kettős hierarchia alakult ki a hadseregen belül, tehát hogy volt egy parancsnoki láncolat, ami közvetlenül az elnök irodához volt bekötve, és volt egy másik, amelyik inkább Zaluzsnyihoz volt lojális, akkor a második tulajdonképpen megszűnt. Az első, ami ugye eddig is elsősorban a Szirszki személyhez kötődött, az vált mostantól a hadsereg hivatalos főparancsnokságává is, tehát ilyen szempontból ezt a kettős hierarchiát, kettős lojalitást ezt megszüntették. Adott esetben persze ez növelheti is az effektivitást, hiszen nem a parancsnokságok közötti kommunikációs eltérések és különbségek ugye ilyen szempontból picit kiiktatódhatnak. Másik oldalról viszont ugye szemel annak a kockázat ukrán szempontból, hogy politikai szándékoknak rendelődnek alá a katonai döntések. Ugye tavaly a Bakhmut esetét tipikusan ilyen példának tekintik általában a Ukrajnában és a nyugati sajtóban és Oroszországban is egyébként, tehát hogy alapvetően Bakhmut kapcsán az a bevett magyarázat, hogy az elnök iroda akarta minden áron megtartani Bakhmutot, mert az elvesztés túl fájdalmasnak mint számukra, és hogy ez veszepett végül ugye az óriási veszteségekkel járó vereséget, ahelyett, hogy a katonák életét mentve hamarabb szaladták volna a város. Tehát ilyen történések lehetnek, és ez nem biztos, hogy egyébként segíti majd a jövőben ukrán célok elérését. Ugye jelenleg pont Avgyivka környéken alakul ki egy tavalyi Bakhmutihoz hasonló helyzet, tehát a városban állomásozó erők helyzete, ukrán erők helyzete már kritikus, és most nagy kérdés, hogy egyébként Szirszkij a főparancsnok milyen irányba, az új főparancsnok milyen irányba mozdul el, tehát inkább megpróbálja a tavalyhoz hasonlóan erőltetni a város védelmét, hogy ne kelljen a elvesztéséből származó politikai kudarcokat elfogadni, vagy inkább szaladja a város, és akkor úgymond lemossa magáról egy picit ezt a ráragadt rossz imást. Meglátjuk, hogy hogyan dönt majd a főparancsnok, illetve a telnökére. Nyilván, hogy egy háborús országban nem egyszerű dolog közvélemény kutatásokat csinálni, de látszik bármi abból, hogy Zelenszkijnek a támogatottságát, népszerűségét bármilyen módon befolyásolnák ezek a leváltások? Hát jelenleg még ugye konkrétan a leváltás következményeiről tudunk mondani semmit, ezeket ha leismérték valamilyen módon, ezeknek az eredményei még nem kerültek nyilvánosságra, azért valószínűleg végeztek ezzel kapcsolatos méréseket, vagy léteznek is folyamatosan, de ezeket alapvetően nem nagyon hozzák nyilvánosságra. Korábbi időszakokból, tehát decemberből és januárból is vannak olyan egyébként szintén zárt kutatások, amelyeknek az eredménye kiszivárgott a sajtóba, azokból azt láthat, az már látható volt, hogy Zaluzsnyi kihívója lehet Zelenszkijnek, tehát egy esetleges elnök választáson is felveti vele a versenyt, és az Zaluzsnyinak az egyébként nem létező pártja is már konkurált, sőt le is győzni Zelenszkij pártját, és ilyen szempontból voltak ebben politikai kockázatok. Másik oldalról nézve viszont a legutóbbi kutatások, amik szintén nem hozták nyilvánosságra, de kiszivárogtak, arról is szólnak, hogy egyre nő azoknak a száma, akik hajlandóak lennének akár egy kompromisszumos békére, már pedig a jelenlegi ukrán vezetés az ugye arra építette eddig a politikáját, hogy semmilyen módon nem hajlandóak kompromisszumot kötni Oroszországgal, és pláne nem kerültek a lemondás árán. Tehát ez is ilyen szempontból egy aggasztó tendencia lehet az ukrán vezetés számára. Arról nem is beszélve, hogy azért a mozgósítás, amelynek a erőltetésére ugye szükség van a háború folytatásához, az egyre nagyobb ellenállás politikai az ukrán társadalom részéről, és ez képest még tovább szigorítanák ezeket a szabályokat, tehát hogy ennek ilyen szempontból, hogyha a közvéleménynek az állását nézzük, akkor az nem túl kedvező irányba mozdul el, de jelenleg még talán a kritikus szintet ez nem ért el. Nyilván ehhez, hogyha a nyugati támogatások elakadnak, ha a harctéri sikerek a jövőben is elmaradnak, akkor ezek halmozódva, mégis megtetézve ezzel a belpolitikai konfliktussal, ami Zelenszkij és Zaluzsnyi között kialakult,
hogyha ez a jövőben is fennmarad, és egyébként ugye az ellenzéki pártok, ami megmarad belőlük, azoknak a jelentős része azért Zalužnyik támogatta ebben a kérdésben, hogyha ezek így mind egymásra rakódva azért egy nagyon instabil helyzetet eredményezhetnek Ukrajnában, de azért ez nem valószínűleg a nagyon közeli jövőben következhet be, de az eseményektől függően ez hónapokig is elhúzódhat, vagy akár javulhat is a helyzet adott esetben, hogy a történik valami a fejlemény, akár a támogatások terén, akár a fronton, ami Ukrajna kivezetés számára kedvez. Akkor összefoglalva el lehet azt mondani, hogy igazából politikai okokból lett leváltva több ember, most itt a katonai vagy a hadseregnek az éléről, és ez kizárólag Volodymyr Zelenszkijnek a politikai számításai alapján történt, tehát személyes politikai érdekekből? Hát valószínűsíthetjük, hogy ez volt az elsődleges. Hogyha nem is a kizárólagos szempont ennél a lépésnél, de valószínűleg ez volt az elsődleges szempont. Már csak azért is feltételezhetjük, hogy tényleg ennyire problémásnak tartották politikai szempontból ezt a tehát ezért Zalužnyinak a személyét, mert azt láthatjuk, hogy nyugaton egyébként nem feltétlenül örültek ennek a változás, mert változtatás, mert még hogyha el is fogadták azt, tehát ilyen szempontból még kockázatot is vállalt ezzel az elnök, tehát valószínűleg azért nagyon komoly érdeke volt abban, hogy ezt a lépést megtegyék. Nagyon szépen köszönöm, Kosztor András volt a vendégünk, a 21. század intézet vezető kutatója. Köszönöm.